Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyveslog csatornája. A mai videó a januári összegző lesz. Januárban összesen 8 könyvet fejeztem be, és ebből 3 volt olyan könyv, amit norvég szerző írt, hiszen a Könyvekkel a világ körül könyvklubunknak a januári hónapja a norvég hónap volt, Norvégiába utaztunk, és a közös könyvünk pedig Linz Kobertől volt a Felnőtt monológok, de mielőtt ezt elolvastam volna, én belekezdtem a kamasz monológokba. Linz Kober 1970-ben született Norvégiában, és a hazájában elsősorban színésznőként ismert, majd 2018-ban egyszer csak írta egy nagyon nagy sikerű könyvet, a kamasz monológokat, amelyben kamaszokat kérdezett arról, hogy hogyan élik meg ezeket az éveket, miről tudnának neki mesélni, és ebből ő összesen 31 monológot gyúrt össze. De ez nem egy interjú kötet, Kober ezeket a beszélgetéseket monológokkal gyúrta, és az egyik nem titkolt célja az volt, hogy ez ne csak könyvformátumban jelenjen meg, hanem egyszer majd színpadra is állítsák. Én nagyon szerettem ezt a kötetet, rendkívül változatos mind témában, mind formában. Olyan témák jönnek fel, mint mondjuk a megváltozott test vagy testkép, a kamaszszerelmek és mindenféle más dolgok, és vannak egyébként olyan monológok is benne, amelyek komoly társadalmi problémákra reflektálnak. A kamasz monológok mellett természetesen elolvastam a felnőtt monológokat is, amely 2 évvel később jelent meg, szintén Liza Aiceto grafikáival, és ez tavaly jelent meg a Szkolár kiadónál, szintén Patat Bence fordításában. A könyvklubban a közös könyvünk a felnőtt monológok volt, de majdnem mindenki egyébként olvasta vagy elolvasta a kamasz monológokat is, és így egyöntetően azt tudtuk mondani, hogy egy picit jobban tetszett mindannyiunknak a kamasz monológok, de semmit nem volna a felnőtt monológok értékéből, ezekben is rendkívül jó monológok szerepelnek. Talán picit témában szűkebb, mint a kamasz monológok, és én ezért vontam le képzeletben egy pontot tőle. Ebben a kötetben központi helyet kapott a magánélet, és annak is a válsága. Nagyon sok olyan történet van, ami családok felbomlásáról szól, és az életközépi válságnak is egyfajta lenyomatát adja. Ebben a kötetben is rengeteg kedvencet jelöltem, szóval abszolút tudom nektek ajánlani Linz Kober könyveit. Akár a kamasz monológokat veszitek a kezetekbe, akár a felnőtt monológokat, szerintem biztosan nem fog csalódást okozni. És ha minden igaz, Norvégiában már megjelent a következő kötet, amely az öregkort állítja a középpontba, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez el fog jutni Magyarországra is. Azt el is felejtettem mondani, hogy természetesen erről a könyvről is volt élő kibeszélő a Pontos Vesző Paripa YouTube csatornán, úgyhogy ha lemaradtatok volna róla, akkor mindenképpen javaslom, hogy nézzétek meg, megtaláljátok a linket mindenhol. Ahonnanban olvastam egy másik norvég női szerzőtől, méghozzá Mari Aubert-től, akinek a neve egyébként nekem teljesen franciásnak tűnt, de mint kiderült, ő egy norvég szerző, és a könyv, amit olvastam tőle, ez a Felnőtt emberek. Ez egy egészen rövid regény, nincs 150 oldal, szóval akár lehetnek is regénynek is hívni, viszont amilyen tömör, annál erőteljesebben vázol nagyon-nagyon durva drámai konfliktusokat egy családon belül. A történet főhőse Ida, aki a 40. születésnapján elhatározza, hogy lefagyasztja a petesejtjeit, mert nem tett le arról az álmáról, hogy egyszer családja legyen, csak ez ideig ez nem jött neki össze. Egyébként egy tanult, művelt, jó állással rendelkező nőről van szó, aki nem azért nem vállalt még gyereket, mert nem akar gyereket, vagy nem lehet gyereke, hanem egyszerűen nem találta még meg 40 éves korára azt a férfit, akivel családot alapíthatna. És bár nem érzi öregnek magát, azzal teljesen tisztában van, hogy a biológiai órája ketyeg, ezért is szánja rá magát arra a lépésre, hogy felkeres egy klinikát, és lefagyasztja a petesejtjeit. A történet maga egy tóparti nyaralóban játszódik, ahova a család azért gyűlt össze, hogy az édesanyjának a születésnapját megünnepeljék, és ott van ezen az összejövetelen Ida húga Márte, valamint a párja Christopher, és a 6 éves kislány, aki Christopher első házasságából származik. És ott van ezen a bulin természetesen az anya is az új párjával, hiszen a lányok apjától már régességen elvált. Az összezártság, az italozás és az évek, illetve évtizedek óta elnyomott sérelme természetesen felszínre bukkannak, és egy erőteljes családi drámába csöppenünk, amiben nagyon erőteljesek a karakterek és a karakter ábrázolások, és nagyon jól visszaadja egy család dinamikáját. És elsősorban itt a testvérharcra gondolok, hiszen Ida és Márte között egyáltalán nem felhőtlen a viszony, nagyon-nagyon sok régi sérelem kerül felszínre. Nagyon szerettem ennek a történetnek a karaktereit, és azt a módot, ahogy Aubert folyamatosan adagolta a feszültséget, vagy inkább engedte ki a szellemet a palackból,
Úgyhogy egy nagyon-nagyon feszült drámai történetről van szó, rendkívül jó karakter és lélektani ábrázolásokkal. Egyébként a történet egy picit emlékeztet az első dán dogma filmre, Thomas Vinterbergnek a Születésnap című filmjére, amely ebben a regényben is említésre kerül, és tényleg egyébként az alaphelyzet az nagyon-nagyon hasonló, hiszen egy családi összejövetelen robbannak az érzelmek és az indulatok. Számomra egyébként a legerősebb Ida karaktere volt, akiben az elfojtott feszültségek és a kétségbeesés annyira dolgozott végig, hogy is olyan tettekre vitte rá, ami szinte elképzelhetetlen és felfoghatatlan. Például fogalmam sincs, hogy mennyire kell kétségbeesetnek lenni ahhoz, hogy az ember a saját sógorával kezdjen el flörtölni, de ez is megtörténik benne, és valahol teljesen érthető módon. Szóval tényleg egy nagyon jó és feszes regényről van szó, úgyhogy ha még nem olvastátok, akkor ne hagyjátok ki. Januárban zajlott a harmadik könyvkemping, és ez alatt az egyhetes olvasási maraton alatt két könyvet is olvastam, amelyek közül az első az egyik közös könyv volt, méghozzá Natsukawa Sosuke-től, a Rintaro és a könyvek útvesztője. Ez a könyv szerintem alapvetően egy ifjúsági történet, amelynek a főhőse egy középiskolás fiú, Rintaro, aki a nagyapjával élt, a nagyapja pedig egy antikváriumot vezetett, viszont a történet elején a nagypapa meghal, és Rintaro egyedül marad az antikváriumban. A temetésen feltűnik egy nagynéni, aki magához akarja venni Rintarót, és arra kéri, hogy pakolja össze az életét, és költözzen el vele egy másik városba. Miközben Rintaro az antikváriumban pakolászik, feltűnik egy beszélő macska, egy vörös kandúr, aki tigris névre hallgat, és megszólítja Rintarót, és arra kéri, hogy tartson vele, hiszen bizonyos könyvek nagyon nagy bajban vannak, és mindenféleképpen Rintaro segítségére van szükség. Innen indulnak a kalandok, Rintaro 3 plusz 1 útvesztőbe indul el, hogy kiszabadítsa a könyveket, és mindegyik útvesztő az tulajdonképpen valamilyen olvasáshoz vagy könyvhöz kötődő problémát taglal. Én szerettem ezt a történetet, de azért voltak vele problémáim. Az útvesztőknek a téma felvetését nagyon-nagyon élveztem, és szerintem olyan kérdések jöttek fel, amiről nagyon sokat lehet beszélgetni, akár egy könyvklub keretében is. Viszont az ezekre a kérdésekre adott válaszok már nagyon-nagyon egyszerűnek, sőt, túlzottan egyszerűnek tűntek. A negyedik útvesztőt pedig totálisan nem tudom értelmezni, és magával a kérdés felvetéssel és a ráadott válaszsal sem értek egyet. Erről egyébként nagyon-nagyon sokat beszélgettünk a Rintaro kibeszélőjén, ami Olvasófi csatornáján volt. Ennek a linkjét is megtaláljátok a leírásban. És jön a könyvkemping másik könyve, ami szintén egy ifjúsági történet volt, és nagyon-nagyon tetszett, ez pedig nem más, mint Szigeti Kovács Viktortól a Tátos. Ezt a könyvet is mutattam már a könyvkempinges beszerzésekről szóló videómban, és nagyon a történetről nem szeretnék többet elárulni, mint amit a fülszöveg elmond, illetve abban a videóban elmondtam, hiszen eléggé spoileres lenne. A történet főhős egyébként egy tátos fiú, Kücsen, aki egy olyan világba született, ahol már több évtizede nagyon-nagyon hideg van és örök tél van, hiszen egy gonosz boszorkány elvarázsolta az időjárást, és így akart bosszút állni az embereken. De aztán ez a tátos fiú különböző próbatételeket kiállva és különböző barátokra szert téve megküzd majd ezzel a boszorkánnyal, és visszahozza a világ egyensúlyát. Nagyon szerettem ezt a történetet, szerintem zseniálisan használja a magyar folklór és világ elemeit, nagyon jól keveri a néphit elemeit a különböző mítikus alaptörténetekkel, és egyébként a karakterek is szerintem nagyon jók, én ezt is élveztem, hogy még a gonosz karakterek közül is vannak abszolút szerethetőek. Úgyhogy ha 12-14 éves korosztálynak kerestek egy igazán olvasmányos, fordulatos és a magyar népi hiedelemvilágból építkező történetet, akkor a Tátos az mindenképpen jó választás. És akkor most jönnek azok a könyvek, amit nem a könyvkempingre és nem a norvég hónapra olvastam. Ezekből három van, és az első az egy osztrák írónőnek a munkája, ő pedig nem más, mint Marlene Haushofer, és az 1963-as A fal című regényét olvastam. A történet az osztrák Alpokban játszódik, de hogy mikor, arról túl sok utalás nincs a regényben, illetve néhányszor felmerül az atomháborútól való félelemnek a motivuma, úgyhogy ezért arra gondolok, hogy ez mindenféleképpen az 50-es években, vagy a 60-as évek elején játszódik, amikor is ez a regény íródott. A történet főhőse egy 40-es éveiben járó nő, akinek már van két felnőtt lánya, és az unokatestvére, illetve az unokatestvérének a gazdag férje elhívta őt egy vadászkunyhóba, de aztán az egyik este a házigazdák lemennek a faluba vacsorázni, és onnan sose térnek vissza. Másnap, mikor a nő felébred, és senkit nem talál maga mellett a kunyhóba, csak a vadászkutyát, akkor elkezd aggódni, és elindul a falu felé, de egyszer csak egy láthatatlan falba ütközik. Ahogy próbálja felmérni a falat, azt veszi észre, hogy ez a fal elég nagy kiterjedésű, és elég magas is, hiszen
minden madár, ami neki ütközik, az holtan esik le a földre, és úgy tűnik, hogy a fal túloldalán minden kővédermet és halott, és tulajdonképpen ő az egyetlen ember a környéken, aki életben maradt. A nő egyetlen társa a vadászkutya, akit Hughesnak hívnak, illetve talál egy tehenet és macskát is. Állatok veszik körül, de tényleg úgy néz ki, hogy ő az egyetlen élő ember a földön. A történetet egyébként ő maga beszéli el visszaemlékezés formájában, és már az elején sejtjük, hogy valami óriási tragédia után fogott papírt és tollat, és kezdett bele a saját történetének a leírásában, és többször is hangsúlyozza, hogy fogalma sincs, hogy ezt a történetet valaha el fogja olvasni bárki is. Ez a történet tulajdonképpen egy Robinsonád, ahol a visszaemlékezések által folyamatosan megismerjük, hogy ez a nő az első kétségbeesés után hogyan rendezte be ott az életét, hogyan vállalt felelősséget az állataiért, milyen mindennapi munkák és rutinok tartották őt életben. Miközben folyamatosan lebegtetve van ez a bizonyos tragédia, ami őt rávette arra, hogy papírra vesse az életét. Én nagyon szerettem ezt a történetet, viszont a disztopikus szál, hogy kerül oda ez a fal, és micsoda ez a fal, az egyáltalán nincs kifejtve, sőt, inkább csak egy szimbólum, ami a magányt és az elzártságot testesíti meg, és sokkal inkább szól az egész ennek a nőnek a magányáról és a túlélési stratégiáiról. A természetnek, valamint a természet erejének és a magány megélésének az ábrázolása nagyon erős ebben a könyvben, és abszolút egy feminista történet, hiszen egy női főszereplőt látunk egy nem mindennapi helyzetben, viszont a disztópikus címkével és a mágikus realista címkével egyáltalán nem értek egyet. A disztópia még valahol rendben van, hiszen az atomháború fenyegetettsége és ez a láthatatlan fal, valamint az egyedülként maradott ember, az abszolút adja ezt a felvetést, viszont a mágikus realista címkével egyáltalán nem értek egyet, úgyhogy ne egy mágikus realista könyvként olvassátok. Olvastam észt szerzőtől is, Pávó Máccintól a Gogol diszkót, amely a gondolatkiadó gondozásában jelent meg, és Lengyeltott Krisztina volt a fordítója. Ez a történet meglehetősen álomszerű és látomásszerű, amely egy alternatív Észtországban játszódik, amelyet újra elfoglalt a cári Oroszország, és az, hogy mi történt az észtekkel, az számomra sokkal inkább kiderült a fülszövegből, mint a regényből, hiszen nagyon rejtetten voltak jelen ezek az utalások. A történet maga meglehetősen abszurd, és egy villamoson kezdődik, ahol egy zsebtolvaj kiszemel magának egy nagyon-nagyon fura, múmia-szerű alakot, akit szeretne kizsebelni, de aztán mégsem zsebeli ki, hanem felkarolja és magával viszi, és kiderül erről a múmia-szerű alakról, hogy ő nem más, mint a híres orosz szerző Gogol. Aztán ennek a fura zsebtolvajnak előkerülnek a még furább barátai, akik megpróbálják Gogolt ott tartani egy bizonyos antikváriumban, aztán később egy kávézóban, bezárják a vécére, és felváltva elkezdik őrizni, de az őrködés közben mindenkivel valami nagyon fura, látomásos dolog kezd el történni. Vannak például olyan szereplők, akik hirtelen szerelembe esnek olyanokkal, akikre addig korábban rá se néztek, mások pedig szintén a vécén ülve csodarabikkal találkoznak. Számomra a történet néha egy picit zavaros volt, és elég nehezen rázottam bele a sokféle karakterbe, akik egyébként nagyon szerethetőek, nagyon különcek, és valahol a társadalom perifériáján mozognak, de nagyon szerettem ennek a könyvnek a hangulatát, tényleg látomásszerű, és picit, mintha Chagall festményeit is idézné a látomásszerűséggel, illetve ezzel a közép-kelet-európai zsidó folklórral megfűszerezve, és tényleg vannak benne felejthetetlen karakterek, nekem a kedvencem egy börtönből szökött énekes volt, aki azzal vált nagyon népszerűvé, hogy azokat a börtön folklór dalokat kezdte énekelni kocsmákban, amiket ő a hosszú évek alatt tanult meg. És a hónapban még belefért egy magyar science fiction is, Barát Katalintól olvastam el az Afáziát. Barát Katalintól én korábban olvastam már a Dávid Veron sorozat köteteit, ami egy történelmi krimi, és nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy kíváncsi voltam az Afáziára is, hiszen science fiction-t viszonylag ritkán olvasok, és nagyon kíváncsi voltam, hogy Barát Katalin milyen témához nyúl. A történet a távoli jövőben játszódik a világűrben, ahol van két nagy hatalom, az egyik a demokrácia, amely az Egyesült Államokra hajaz, a másik pedig a hálóbirodalom, ami Kínára, és a két nagyhatalom közé ékelődik Pannonhia, ami hajaz Pannoniára,
ahol a mojerek, vagyis a magyarok leszármazottai élnek. Az egész világűrben a mojerek az egyetlenek, akik megőrizték a beszéd képességét és nyelváltal kommunikálnak. Ez mind a Háló Birodalomban, mind a demokráciában már nincs így. Az egyikben csak képekkel kommunikálnak, a másikban meg tulajdonképpen a felső vezetés mindenkinek ellenőrzi a tudatát. Ebben a világban a mojerek nyelve egyfajta drogként funkcionál, és mind a két birodalom részéről óriási igény van a mojerek nyelvére, hiszen rengeteg nyelvfüggő van, akik tényleg olyanok, mint a drogfüggők. A mojerek egyébként ebben a világban őrzik a függetlenségüket, viszont a két nagyhatalom közé ékelődve folyamatosan fenyegetettségben élnek, és aztán ez a fenyegetettség kézzelfogható formát is ölt a regény egyik adott pontján. Az a fura ebbe a könyve, hogy egyszerre tetszett is, meg nem is. Nagyon-nagyon élveztem az alapgondolatot, ami az egész mögött húzódik, a koncepciót, hogy maga a nyelv az, ami a szervező ereje ennek az egész történetnek. Nagyon szerettem az egyes motivumokat is, amik felbukkantak, és szerintem rengeteg rétege van ennek a történetnek. Viszont eléggé nehézkesen olvastam, és egyrészt azért, mert nagyon sok olyan szót kreált Barát Katalin, ami számomra befogadhatatlan volt, és egyébként fölöslegesnek is tartottam. És maga egyébként a tényleges cselekmény a sok mahinációval és intrikával engem teljesen hidegen hagyott. Aztán a vége vagy a megoldása az megint olyan volt, ami a fotelhez szegezett, és napokig nem tértem magamhoz, hogy úristen, ezt hogy lehetett beleírni, vagy hogy lehetett ennek az egésznek ez a vége, de szerintem rettenetesen jó a vége, amit most nem fogok elszpoilerezni nyilvánvalóan. Viszont nagyon sokat fogunk erről a könyvről beszélni Esztivel, a Books Flying Around csatornáról, viszont nem YouTube-on, hanem majd egy podcastben, hiszen Esztinek van egy science fiction-nel foglalkozó podcastje. Még nem vettük fel az adást, úgyhogy nem tudok linket berakni, de bent hagyom a helyét, és amint meg lesz ez a beszélgetés, akkor fogtok róla értesülni. Ezek voltak a januári olvasmányaim, ha olvastatok bármit közülük, akkor írjátok meg kommentbe, hogy nektek hogy tetszett. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk legközelebb egy következőben. Sziasztok!